Mindenkinek Isten áldja, és elnézést, hogy ide középre valahol begyúródtam. Mondtam a püspök úrnak, hogy a hátsó sorban 10 perc alatt azt az energiát, feltöltődést és motivációt megkaphattam volna, annélkül, hogy szóljak, amire nekem azért van szükségem, mert hiszem azt, hogy az a munka, amit önök végeznek, az része annak a munkának is, illetve az én munkám része az önök munkájának, és ezeken a településeken itt keresztúri körben, amit tesznek, úgy a lelkészek, mint a presbiterek, az pótolhatatlan. És néhány napja volt a beszélgetésünk a megyei tanácsi tevékenységek ügyében, és a püspök úr mondta, hogy lehetőleg azt tegyük, ami előnyére válik a felekezeteinknek, és arra tegyük a hangsúlyt, és a Jóisten úgy adta, hogy ez így összejött, és örvendek annak, hogy van 11 olyan szerződés, ami most van aláírási folyamatban, ha jól számoltam, itt a kör keretében, és abban is bízok, hogy azok az erőfeszítések, amit önök tesznek településeinken, kis falvainkban, vagy nagyobb közösségeinkben, akár a városon, azoknak megvan a hozadéka, és a közösségépítés tekintetében ugyanazon a barikádnak, ugyanaz az oldalán állhatunk. És hát ugye itt van ez az orgona, ami ez is elkészült, és én tényleg örvendek, hogy ez is megvalósult, és higgyék el, minden meg fog valósulni. Tehát én Galambfalváról jövök, ahol most egy várat építettek, úgymond egy ilyen turisztikai desztináció pontként, és ott is az is egy álommal kezdődött, és minden dolog egy álommal kezdődik. Azt valahonnan kapjuk, azt az álmot, és hogyha lelkünkben békesség van, tisztaság van, illetve egyensúly és szolidaritás, akkor ezek az álmok, azok mindig általában olyanok tudnak lenni, amit meg is tudunk valósítani, és nem csak saját magunknak, hanem közösségeink számára is fontosak lehetnek. És én ezért is hiszem azt, hogy álmodni érdemes, illetve kezdeményezni érdemes, és keressük annak a lehetőségét, hogy minél több olyan közösségi célt tudjunk megvalósítani együtt, amely segíthet abban, hogy tényleg az itthonmaradás, a megmaradás a gyerekeink számára a motiváció, az inspiráció, hogy itthon tervezzenek jövőt, az erős tud lenni. És ebben a munkában mindig is elmondtam, hogy nagy-nagy köszönettel tartozunk az Unitárius Egyháznak, mert tényleg olyan kis közösségeket is meg tudnak szólítani, akik számára egyedüli intézmény az egyház adott településen, és ez a kis falvaink elnéptelenedése ellenében ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És kell gondolkozzunk, kell keressük a megoldásokat, hogy még mi az, amit meg tudunk együtt csinálni. Bíró Barna Botond alelnök úr, ő itt lesz 2 órakor, tehát így osztottuk meg nagyjából a dolgokat. És úgyhogy mindenféleképpen az avatáson is a megyei tanács itt fogja képviseltetni magát. És mi ketten így csapatban dolgozva úgy érzem, hogy kicsit többre vagyunk képesek mindegyenként. És valahogy így vagyunk az életben is, hogy ha csapatot tudunk szervezni, vonzani az elképzeléseink mellé, akkor mindig minden sokkal jobb lesz. És ebben a munkában az a kérésem, hogy számítsanak a közreműködésünkre. Ősszel még valószínű, hogyha tudunk egy jó évet zárni, akkor folytatjuk, és ugye minden évben ősszel is volt még egy lehetőség, és azokhoz az eseményekhez, azokhoz a programokhoz, amit szerveznek, eddig is és ezután is próbálunk figyelemmel ott lenni. Kis falvaink tekintetében legyen szó földcsuszamlásról, legyen szó vízről, legyen szó villanyról. Napirenden foglalkozunk itt, mert ebben a térségben azért van még tennivaló, és ezeket mind igyekszünk
önökkel együtt, és itt főleg a presbiterekre is gondolok, hogy a közösségi vezetés, a polgári vezetés, úgymond az önkormányzati vezetés ügyében is ezeket meglépni, és ezekben számíthatnak. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni, hogy az önök esperese az másodikszor is le akart mondani a pénzekről, amit kaphatott volna a megyei tanástól. Tavaly ugye ezt megtette, és tényleg itt Csáki úrnak, tehát, hogy olyan vezetőként viselkedett, ami példaértékű, hogy mikor arról volt szó, hogy az egyházban kell vágni, akkor le a támogatásokból, akkor azt mondta, akkor hát Kobátfalvádról vegyük el. Hál' Istennek mondta volt a püspök úr, hogy... mondta a püspök úr, hogy még ne siessünk. És már ugye két oszlopja volt az idei támogatási rendszerünknek, és a második oszlop lett a végül az eredményre, ami juttatott. És Istvánnak is meg szeretném külön köszönni, mert nagyon sokat segít. Tudom, hogy sokszor nehéz pillanatokat okozok neki, nem tudom, Dodó a gyülekezetben ez mennyire gyűröződik át, de köszönöm szépen, mert így van a megyei tanácson belül is, a hivatalon belül van egy nagyon erős kapocs, ami tud működni. És külön végezetül meg szeretném köszönni a püspök úrnak a együttműködést, tehát hogy ezt a nyitottságot, ezt a közvetlenséget is, akármikor tudunk találkozni, akármikor tudunk telefonálni, tehát ezt az operativitást, azt gondolom, hogy az csak a felekezet, a gyülekezet és ennek a körnek a javára szolgálja. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönjük szépen. Hát annyit még én is elmondok, elnök úr, hogy mi azt köszönjük, hogy el kell mondjam itt is, hogy én elmondtam más helyet is, hogy azért a Margita megye messze menően kiemelkedik azon megyék sorából, ahol a legnagyobb mértékben támogatják a közösségeinket. Úgyhogy mi ezért nagyon hálásak vagyunk, ezt nagyon köszönjük. Partnerek vagyunk tényleg a szó legjobb értelmében. Az első számsor se lett volna kisebb, az is verte volna a többi megyéket, de hogy a második számsor összejött, volt egy kisebb és egy nagyobb összeg, hogy ez is összejött ennek, ezt külön köszönöm. Úgyhogy sok sikert kívánok, köszönjük az együttműködést, és hát bízom benne, hogy közösen erősek vagyunk, és sok mindent megvalósítunk, jó Isten áldjon. Ha akar még maradjon velünk, ha meg nem, akkor elengedjük, mert tudjuk, hogy... 20-30 percet maradnék, 20 percet úgy maradnék, lássak kicsit úgy. Hát ez olyan... Én is hallgassak. Ez most nem annyira emelkedett dolgok történik. Jaj, nem. Akkor maradunk meg, ilyesmi, de... Akkor elbúcsúzok, hogyha... Ne, nyugodtan. Maradjon meg azért, nem veszekedünk. Most amúgy sem szavazunk, hanem jönnek a részjelentések, közbe szavazunk. Egy kicsit még maradjon. Foglaljon helyet. Mielőtt elsietnem, azelőtt azért meg szeretném köszönni az ön jelenlétét, és nagy büszkeség számunkra, hogy a megyei tanács legmagasabb szinten képviselteti ma magát ebben a templomban. Vagyunk egy néhányan a keresztúri egyházkörben, olyan egyházközségek, akik igazából a megyei tanács hozzájárulása és támogatása nélkül nem tudnánk nagy erőt és nagy eredményeket felmutatni. És a mai orgona avatóra éppen azért fog sor kerülni, mert a megyei tanács az unitárius egyház legrégebbi orgonáját jelentős összeggel támogatta, sőt, ennek felújítását olyan 90%-ban. Úgyhogy olyan büszkék vagyunk arra, hogy itt a végeken, Hargita és Maros megye találkozásánál figyelnek ránk, és fontosak vagyunk mi is, hogy ténylegesen azt tudjuk mondani, hogy számunkra megtisztelő az, hogy itt van, jelen van, és támogatásáról biztosít, ami hiszük azt, hogy a következőkre is ugyanúgy érvényes. És szeretnék én is egy kicsi saját helyi jellegzetességet átadni az egyházközség nevében. Hát jellegzetességünk az, hogy a legrégebbi orgonánk van itt a templomban, de igazából nem ezt az orgonát szeretném átadni, kicsit nehéz lenne elvinni, hanem egy helyi specifikumot, amit egy magánszemély készít, egy gyógynövényekkel fűszerezett pálinkát, egy gagyikumot, amelyet nagy szeretettel
kínálunk fel önöknek. Sok szeretettel. Isten áldja és segítsen munkájában. Lehető segítséget fogom kérni az egyik ajándéktársamat.